csak egy válogatásra, de nem tudtam, hogy milyen film ez, nyilván ilyen álnév alatt történt az egész. Fölvonult a producerigáda, a rendezőigáda, de mindig nem tudtam, hogy miről van szó. És akkor mondták, hogy hát egy percen van, hogy bemutassak valamit saját magamról. Csíri csend, amit tudtam, ott kiadtam, majd kezembe adtak egy kardot, meg egy pajzsot, és akkor elő kellett szintén adni ilyen 10-es csoportokba. Majd kaptam egy telefont rá 2 hétre, hogy akkor szuper, tovább jutottam, lenne még egy kör. Behívtak egyszerre 45 lányt, és azt mondták, hogy aki 2 héten belül kiesik, az nem fog nyilván ebben a filmben részt venni. Aztán elárulták, hogy tulajdonképpen mi ez a film, hogy a Wonder Womanről lesz szó, és hogy ez egy tök nagy megtiszteltetés, hogyha bekerülhetsz, úgyhogy én már mindent megtettem azért, hogy a részese legyek a filmnek. 2 hét kemény crossfit tréning volt, parkour tréning volt, illetve hát a kaszkadőrökkel fight kombinációkat vettünk, tehát hogy egy ilyen napi 4-5 órás megerőltető edzés volt. Amúgy az életem egyik legjobb élménye volt ott a csajokkal, nagyon összetartó volt, tényleg egymást buzdítottuk, nagyon összetartó volt a csapat. És tulajdonképpen kicsit el is indította ezt a kaszkadőri munkásságomat, mert ott én special acting performerként szerepeltem. Hát talán itt van, ezt úgy hívják, hogy sport extra. Férfi lágyék rúgást fogunk bemutatni, úgyhogy Sanyit meghívjuk, hogy pozícionálja úgy magát, hogy egy picikét háttal van a kamerának, hogy könnyebben eladható legyen ebből a szögből. Az fog történni, hogy ő rám fog támadni, és én egy eléggé végtelen nő vagyok. Szóval, jó, Istenem, meg fog támadni. Próbáljuk mindig úgy csinálni, hogy minél hihetőbb legyen ez a történet. Nyilván nem fogom megütni, de hogyha egy kicsit ezt becsaljuk és ő hátra vicceti a fejét, akkor akár meg lehet úgy csinálni, hogyha ez megtörtént volna. Hát, mint látjátok, én is próbálom fejleszteni magam mai napig, tehát hogy kickbox edzések mellett ugyanúgy csinálom a crossfit edzéseket. Elkezdtem kacsingatni, még csak az utcán motorozgatok, de nagyon tetszik amúgy a stunt motorozás is, tehát azért van egy-két izgalmas dolog, ami még vonz. És anyukám persze erre azt mondta, hogy nem hiszem el, hogy téged ez érdekel, meg hogy miért kell mindig ilyeneket keresni, mert ő szerint ez veszélyes, én meg izgalmasnak látom. Hogyha veszélyesnek mondhatjuk, akkor csak ezért lehet veszélyes, hogy meg kell bíznod annyira a másikba, hogy ő is akkor is abban a pillanatban, amíg az akció lezajlik, toppon van. És odafigyel rád, és magára. Ugye az Amazonok lelkes gárdáját képviselem, tehát Diana mögött vált-vált-vetve harcolunk. Egy ilyen hatalmas tarjós sisakban vagyok, és üvöltve futok, de ez majdnem minden lányra elmondható. A legnehezebb szerintem az nem a forgatás, hanem a felkészülési időszakban történt, ugyanis amikor elkezdtük a diétát, nyilván, hogyha a szénhidrátot megvonod a szervezetettől, és próbálod ezt fehérjével pótolni, ez akkor is valamilyen szinten az idegrendszeredre hatással van. És ugye közben növekedtek ezek a súlyok, meg növekedett az elvárás. Igazából nagyon nehéz volt teljesíteni, nem egy lány sírta el magát edzésen. Nem mondom, hogy én például nem álltam a sírás határát, de volt olyan nap, hogy hazaértem, és indokolatlanul így elsírtam magamat, mert annyira elfáradt a testem, és ez nyilván az étkezésnek is köszönhető. De én azt mondom, hogy így is megérte, tehát ez a valamit valamiért. Itt is ugyanaz az örök törvény érvényes, mint minden más volt, tehát hogyha valamit nagyon akarsz, akkor igazából el tudod érni, csak a hozzávezető úton kell végigmenned, és nagyon kell gyakorolnod, és alázatosnak kell lenned, és tisztelettudónak, és tanulnod kell. Igazából ennyi a történet.